Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe az ingatlan bérlők nehéz helyzete. Én írtam az ingatlan sámok könyveket, enyém az ingatlan sámok klub, illetve iratkozz fel most a hírlevelemre, és sok ingatlan a kapcsolatos értékes információt kapsz. Egyébként nem csak a bérbeadók helyzete lett most nehéz, hanem a bérlők helyzete is. Gondolj bele, mikor egy olyan bérleménybe laksz, te mint bérlő, ami bizony nem túl korszerű, és ugye rengeteg ilyen lakás van Győrben is, ezek a régi-régi bérlakások, bérházak, vagy nem tudom, hogy mondjam, ahol bizony még ezek a régió gázfűtéses történetek vannak, amit viszont te kénytelen vagy folyamatosan használni, ugye falba ekkora lyuk van, tehát hogy nem igazán tudod kikerülni azt, hogy jó, lekapcsolom a fűtést, mert akkor inkább nem használom, mert spórolok. Nehéz megcsinálni, hogy ez ekkora lyukon, ugye, hogy levegőzzön és ne fulladj meg. Hát bizony azért bejön a mínusz 20 fok, tehát az sem egy előnyös történet. Úgyhogy sajnos, ugye mert a meleg levegő fölfelé áramlik, kifelé áramlik, és ugye a hideg levegő addig nem jön be. Tehát onnantól, hogy beengeded a hideget, akkor bejön a hideg. Úgyhogy a bérlőknek sem könnyebb a helyzete, és ugye a bérlők is csak átlag emberek, mint a legtöbb lakástulajdonos, aki bérbe adja az ingatlanát, és nem is látják még ezt a helyzetet tisztán, hogy így mondjam. Tehát beszélünk, hogy hú, Covid van, beszélünk, hogy hú, most akkor ilyen vírus van, amíg én nem vagyok érintve benne, addig az, és kit érdekel, hogy Covid van, kit érdekel, hogy rezsi, meg rezsicsökkentés, meg ilyenek, tehát nem vagyok érintve. A legtöbb ember ezt hiszi, hogy ő, mindenki más, csak ő nem. Hát most elárulom, hogy ez nem így van. Ugye a bérbeadóknak azért van nehéz helyzete, mert nem fogják tudni tartani ezeket a bérleti díjakat. Ráadásul úgy, hogy a bérleti piac most akár az ukrán helyzetnek köszönhetően is azért egész jól megy fölfelé. Ez nekünk egyébként jó, mert nyilván, hogyha egy ingatlan 100 000 forint volt eddig, de kiveszik tőlem 150-nél, akkor nem 100 000 forintért akarom kiadni. Ez az üzleti része, egy befektetői rész. Ha valahogy elfogadod, jó, ha nem, akkor is ez van. Jó? Tehát ez egy emberi tulajdonság, bárki az én helyemben lenne, vagy bárki egy bérbeadó helyében lenne, ő is ugyanezt csinálná, hogy amit lehet, kihoz belőle. Teljesen természetes dolog, jó? A bérlőknek azért nehéz, mert őnekik nyilván emelni is fognak valakik, illetve a rezsi is az egy elég komoly megterhelés jelenthet őnekik is. Akár a villany. Most már hónapok óta én is azt nézem, hogy beleférnek-e bérlőim, ahol nem férnek bele, ott egyébként különböző intézkedéseket tettem már, hogy mégis azért férjünk bele, de legalábbis ne lőjük túl ezt a dolgot, tehát hogy kezelhető legyen az anyagi része. Ez nagyon fontos, hogy egy befektetésben egy 3-4-5 pontot kell nézni, én ezt elmondtam sokat, nagyon sok előadásomon, mert ami számokat te figyelsz, azokat tudod változtatni, azokra vagy ráhatással. Nem kell 75 számot figyelni, mert ugye abba csak elveszel a részletekbe és semmi nem lesz, hanem bizony nézd a villanyt, a vizet, a satöbbit, amit akarsz, és akkor azokra figyelj, és most inkább azt javaslom, hogy gyakrabban figyelj, ne csak havi szinten, hanem bizony heti szinten figyelj az első részbe. Egészen addig kell erre figyelni, amíg a bérlőknek is kialakul az a szokása, hogy mit hogyan használ. Itt egy szokást kell megváltoztatni, és attól ilyen baromi nehéz az egész, hogy ez lassú. Jó? Tehát ez nem olyan dolog, mint a milliót érő szokások, az sem fél év alatt jön, és ugye azért is van a könyveimben is, hogy 3-5 év alatt leszel ingatlan tulajdonos a nulláról, és nem pedig holnap, mert az is egy szokás. Rengeteg szokást kell átalakítani, na most egyébként itt is, hogy bizony, amíg eddig arra voltunk felszólítva, hogy pazaroljunk és költsünk, ugye? Most viszont arra, hogy most viszont ezerre spórolni kell, mert hiába akarsz költeni, nem erre akarod költeni a pénzed, inkább azt mondod, hogy elmész színházba, moziba, bulizni a haverokkal, viszont ugyanezt a pénzt most kifizeted a különbözőtre, ugye a rezsi különbözetre, és nem ez a fő célja senkinek sem. És ugye bérlőknek azért is nehéz a helyzete most, mert a rezsi helyzet az egyebek miatt, és majd a várható ingatlan bérleti díjak növekedése miatt is, magából az albérletből sokkal nehezebben kászálódnak majd ki, mint egy normál esetben tennék. Tehát gondolj bele, hogy legyen most egy plusz akár 30-40 ezer forint is, amit esetleg félre tudott volna tenni, hogy kicsit jobbá tegye az életét, most ez az összeg, ez elmegy a különböző csatornákon, és nem félre teszi, nem kifizeti valakinek valahova. Jó? Úgyhogy nem könnyű a helyzetük,
mondjuk úgy, hogy akinek én azt van, aki eddig nem nagyon tudott lakást venni, vagy házat venni, valamit kezdeni az életével, ő neki most ezerszer nehezebb lesz a dolga. Biztos lesznek állami támogatások, segítségek, amivel ezt egy picit talán könnyebbé lehetne tenni. Hát de nem vennék rá mérget, hogy tehát nem vennék rá mérget, hogy ez olyan szinten működni is fog, ilyen kamatterhek, meg egyebek mellett, meg rezsiterhek. Tehát most nagyon sok pénz, plusz pénz megy el, ami eddig a szórakozásra, bulira, egyebekre ment, nyaralásra, most viszont ez a rezsire fog elmenni. Úgyhogy kicsit nehezebb a helyzet, kicsit nehezebben fogtok kijönni szerintem, aki albérletben él az albérletből, de hát nyilván ezért vannak a könyveim, ezért van a hírlevelem, hogy én ezt megkönnyítsem neked, úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírleveleimre, vedd meg valamelyik könyvemet szerintem, biztos vagyok benne, hogy ebben a helyzetben az a tudás, amit tőlem kapsz, most felértékelődik. Úgyhogy válasz a könyveim közül. Szia!